100 milliós magyar tűzoltóautó Fehérgyarmaton. A tűzoltóság 14,5 milliárd forintos fejlesztésének köszönhetően eddig 108 új hazai tűzoltóautó készült el, ezekből 5 darab érkezett a megyébe. Súlyos probléma az alkoholizmus, az európai átlagnál 2 literrel többet isznak a magyarok évente. Egyes becslések szerint akár 900 ezer alkoholfüggő is lehet az országban. Több mint 130 millió forint értékű új magyar gyártású Rába tűzoltóautót kaptak a fehérgyarmati tűzoltók. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A tűzoltóság gépjárműparkjának fejlesztése 2014-ben indult, 14,5 milliárd forintos Európai Uniós támogatásból, eddig 108 hazai tűzoltóautó készült el. A magyar igényekre és útviszonyokra tervezett új járműállományból 5 darab érkezett Szabolcs-Szatmár-Berek megyébe. Így néz ki az új tűzoltó fecskendő, hétköznapi nevén a tűzoltóautó, amit a fehérgyarmati állomány kapott. Felszerelését tekintve a legújabb, legkorszerűbb eszközöket tartalmazza, amelyre egy riasztás során szüksége lehet a szakembereknek. Ennek az autónak az értéke több mint 130 millió forint. Ez az ötödik, ami a Szabolcs megyei tűzoltókhoz érkezett. Korábban már a nyíregyházi, a kisvárdai, a mátészalkai és a nyírbátori hivatásos tűzoltóparancsnokságok kaptak hazai gyártású Rába gépjárműfecskendőt. A fehérgyarmati katasztrófa védelmi őrs életében ez egy fontos esemény, hiszen sok éven át a tűzoltók a köztestülettől kölcsön kapott autóval vonultak ki a térségben. Ez a fecskendő, ez a magyar útviszonyoknak megfelelően lehet összeszerelve. A futóműve, a fékrendszere is ehhez igazodik. Nagyon jó terepjáró képessége van, ami eddigi fecskendőkről nem volt elmondható, hiszen nagyon sok fecskendő csak közúton tudott közlekedni, és ha lement a műútról, már nem tudtuk használni, de ez a fecskendő, ez terepen is tud közlekedni. 4000 liter vizet tud egyszerre szállítani. Van benne 2 Rosenbauer szivattyú, az egyik 2500 liter per percet tud normál nyomáson teljesíteni, a másik 250 liter per percet magas nyomáson tud teljesíteni, de emellett a kisgépek, az eszközök, a feszítővágó mind olyan modern és olyan típusú eszközök, amelyet a magyar tűzoltók javasoltak. A kormánynak a 2014-2020-as uniós ciklusban volt lehetősége egy 14,5 milliárd forintos járműpark fejlesztési támogatást nyernie az uniótól. Ennek köszönhetően június 15-éig 108 magyar fejlesztésű, Rába Alvázon Renault felépítménnyel készült tűzoltó autót adtak át. A program célja, hogy lecseréljék a 90-es évek végén, 2000-es évek elején beszerzett Mercedeseket és új magyar autókat használjanak a tűzoltók. Egy olyan 30 éves körüli Liaz visszaállító jármű volt mindössze a Fehérgyarmati Egyesületnél, aztán utána a létesítményű tűzoltót Hollandiából vásároltunk, egy 30 éves Mercedes, az már igen komoly autónak, sőt nagyon komoly autónak számított akkor. Aztán utána megkaptuk a jelenleg is használtat, amit a köztestület átadott a katasztrófavédelmi kirendeltségnek, az őrsnek, és most végre saját autójuk van. Én örülök annak, hogy Fehérgyarmat is bekerült ebbe az ötbe, azért ez nem véletlen, hiszen azon túl, hogy sokat lobbiztunk és próbáltunk segíteni, hogy ez így legyen, azon túl azért az egyik legveszélyeztetettebb térség központja, és itt nem feltétlenül a tűzre és a műszaki mentésre kell gondolni, hanem igazából árvízi helyzet esetén nagyon komoly és sok feladata lehet, bár ne legyen, a Fehérgyarmati Tűzoltóságnak. Az átadáson elhangzott, a járműpark felújításával erősödik a megye tűzvédelme, hatékonyabbá válnak a beavatkozások és nő az emberek biztonsága is. Az európai átlagnál 2 literrel többet isznak a magyarok évente. A WHO felmérése alapján fejenként 12,3 liter az átlagos alkoholfogyasztásunk. Egyes becslések szerint akár 900 ezer alkoholfüggő is lehet az országban, hiszen napi 1-2 sör, fél liter bor, vagy akár a heti egyszeri péntekenkénti nagy berúgás is okozhat függőséget.
Magyarországon akár 2,5 millió mértéktelen ivó is lehet, azonban az alkoholfüggőség nem csak a kiemelkedően nagy mennyiségű ivást jelenti. Az alkohol megközelítőleg 8000 halálos áldozatot követel évente, a leszokás pedig épp úgy egy hosszú távú folyamat eredménye, mint a rászokás. Erről is beszélt a szerdai 35 perc című műsorunkban dr. Erdélyi Ágnes, a Sánta Kálmán szakkórház orvosigazgató helyettese. Nagyon nehéz a mértéket megmondani, hogy mi az, ami nagyon soknak számít. Természetesen azért beszélünk valamilyen fajta számokról. Ugyanis mindenkinek más, tehát mindenki a saját magához próbálja viszonyítani az ivási szokásaihoz képest. De azt mondjuk, hogy az számít soknak, amikor már függőség alakul ki, vagyis testi, illetve lelki függőség jelenik meg a rendszeres alkoholfogyasztástól. Ez már egy kis mennyiség rendszeres elfogyasztása után is kialakulhat, tehát hogyha valaki naponta mondjuk 2 sörnél többet iszik egy éven át minden nap, vagy valaki, mit tudom, egy 1,5 liter bornál többet iszik egy éven át minden nap, vagy 4 centiliter tömény italnál, akkor a szervezete függővé válhat az italfogyasztástól. Az orvosigazgató szerint a személyiség problémái, valamint az egyént körülvevő társaság is okozhatja, hogy valaki alkoholistává válik. Szerinte a fiatalok kiemelten veszélyeztetettek az alkoholfüggőség kialakulásában. De nagyon komoly probléma Magyarországon az alkoholfüggőség. Egyrészt a szemlélet, hiszen mindenki iszik, az alkohol az benne van a kultúránkban. Vannak helyzetek, amikor hozzátartozik egy kocintás, és ezzel nincs is semmi probléma. A probléma ott van, amikor ez nem csak, hogy mindennapossá válik, hanem amikor nagyon fiatalok kezdenek el rendszeresen alkoholt fogyasztani, vagy amikor valaki nem veszi komolyan azt, hogyha kontrollvesztő, tehát addig iszik, amíg már nem emlékszik rá, hogy mi történik vele, ez nagyon komoly egészségkárosodást hoz vezethet a későbbiekben. Erdélyi Ágnes hozzátette, az első lépés lehet a szenvedélybetegség kialakulása felé, amikor valaki feszültségoldásra vagy a rossz közérzete javítására nyúl a pohár után, ugyanis a szorongásra és a feszültségoldásra gyors megoldást nyújtó alkohol hamar egy hétköznapi rossz szokássá válhat, és a folyamatos sóvárgás függőséget okozhat. 600 gyermek vesz részt idén a Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola 2 hetes közösségprogramján. Az EFOPOS pályázat 60 millió forintot biztosít erre, amely teljes egészében fedezi a kézműves foglalkozások és az étkeztetés költségét. A projekt egyben egy pilot program is, amely során a pedagógusok feladata, a szakmai programok és a résztvevő szolgáltatók minősítése is. Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő iskolai közösségi program kísérleti megvalósítására nyert EFOPOS pályázatot a Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola. A támogatás összege 60 millió forint, amelyből 600 gyermek vehet részt a művészeti nevelés tematikájú közösségi programokban. A projekt keretében fontosak a szakmai visszajelzések és észrevételek is, amelyek segítik a fejlesztők munkáját. Ez egy óriási pilot program, amiben mi részt veszünk a Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusai és diákjai. A 600 főből 540 gyerek napközi otthonos közösségi programon vesz részt, 60 gyerek pedig bent lakásosban. Most a héten Tiszabecsen indult ez a projekt, és a jövő héten Szamoskéren folytatódik a bent lakásossal. És bizony nem csak Nyíregyházán, hanem a Nyíregyháza környéki településeken, ahol az iskoláknak telephelyei működnek, ott is részt vehetnek a gyerekek ezeken a fantasztikus programokon. Indultak táborok Tiszavasváriban, Szorgalmatoson, Geszteréden, jövő héten pedig Biriben, Nagykállóban, Tiszaeszláron és ismét Tiszavasváriban folytatódik az egyhetes program. 60 gyermek bentlakásos programokon vesz részt ezen a héten Tiszabecsen, jövő héten pedig Szamoskéren. A programok célja a szabadidő hasznos eltöltése, az informatív és szociális tanulás támogatása, valamint a személyiség sokoldalú fejlesztése és a közösségi élmények megélése. Érdekes dolgokat csinálnak, senki nem maradt otthon, hogy ő ezt unja és nem szeretne jönni, úgyhogy nagyon pozitívak a visszajelzések, nagyon élvezik a gyerekek nem csak a foglalkozásokat, hanem a kimozdulást is, kirándulni voltak az állatparkban, múzeumfaluban, hogy nagyon gazdag programban vesznek részt, művészeti a tematika,
Úgyhogy drámafoglalkozás, mozgás, tánc, képzőművészet vegyesen, egy-egy témaköré szerveződve, nagyon sokszínűen, gazdagon, úgyhogy nagyon sokféle dolgot csinálnak, és nagyon élvezik. A 40 pedagógus mellett 20 közszolgálatos fiatal és 10 önkéntes is segíti a munkát. A projekt 2 évre szól, így az idei tapasztalatokat felhasználva jövőre egy továbbfejlesztett táborban vehet majd részt újabb 600 gyerek. A Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola 20 éves, így a következő tanév a jubileum jegyében számos akciót, flashmobot, műhelybemutatót, táncházat és kiállítást is tartogat majd a diákoknak és az érdeklődőknek. Különleges makibébik születtek a Nyíregyházi Állatparkban. A Madagaszkár szigetén őshonos vörösvari négyesikrek most estek át első orvosi vizsgálatukon. A szülők a park vörösvari párja tenyészprogram keretében Lengyelországból és Csehországból érkeztek a Szabolcsi megyeszékhelyre. Az állat a Természetvédelmi Világszövetség kritikusan veszélyeztetett fajai közé tartozik. A szülők ketrecéből hozzák a gondozók a kis varikat az első állatorvosi vizsgálatukra. A makik folyamatosan kapaszkodnak mind a 4 lábukkal, ettől ugyanis biztonságban érzik magukat és megnyugszanak. Igazán különleges állatorvosi beavatkozást tekinthetünk majd meg, hiszen a Nyíregyházi Állatpark 4-es iker vari párját tekinthetjük meg. Az apróságok jelenleg 6 hetesek, és most fognak átesni életük első orvosi beavatkozásán, ahol meg fogjuk nézni az ivarukat, illetve a testtömegüket is. Hatalmas dolog ez, hogy 4-es iker pár születik, hiszen bár ez a faj képes arra, hogy akár 6 kicsit is neveljen együtt, általában 1-3 utód szokott születni zárt tartási körülmények között, és mivel az Európai Fajmegőrzési Program keretében érkezett a tenyészpár, és alapvetően a faj kritikusan veszélyeztetett, ezért igazi nagy büszkesége ez az állatparknak. Éppen becsipelik, vagyis egyedi azonosítóval látják el a kis varikat a Nyíregyházi Állatparkban. Az ivar meghatározás után a kihalóban lévő faj koordinátora határozza majd meg, hogy a makik mely európai állatkertbe kerüljenek, ugyanis az egyedek tervezett elhelyezésével tovább nőhet majd a szaporulat. Most történt meg itt a Nyíregyházi Állatparkban a kis varikölyköknek az első orvosi vizsgálata. Jelenleg 6 hetesek, május 9-én láttak napvilágot. 4-es ikrekről beszélünk, 2 hím és 2 nőstény az ivararány. Megkapták az egyedi azonosítójukat, illetve egy súlymérés történt. A jelenlegi súlyuk mindannyiuknak körülbelül 350 gramm. A kis varik egyelőre még az állatparkban maradnak, az anyjuk teje mellett már elkezdtek gyümölcsöt is enni, így hétről hétre egyre nagyobbak és fejlettebbek lesznek. Elkezdődött Nyíregyházán a korosztályos vidékbajnokság. A második legrangosabb hazai utánpótlás tenisztornán az ország mintegy 250 fiatal játékosa méri össze tudását valamennyi korosztályban. A versenyen a Nyíregyházi Marsó Teniszcentrum minden teniszezője pályára lép. A 12 éves korosztály csapatversenyével kezdődött Nyíregyházán a tenisz korosztályos vidékbajnokság. Az ország második legrangosabb utánpótlás tornáján 10 nap alatt a 18 évesekkel bezárólag valamennyi korosztály összeméri tudását a csapatverseny mellett egyéniben és párosban is. Mintegy 35 klub közeg 250 teniszezője adta le nevezését a megmérettetésre az ország minden tájáról, Debrecentől Győrön át Pécsig és Szombathelyig. Nagyon nívós a rendezvény, minden egyes korosztályban vannak korosztályos válogatott versenyzők, és bizony nagy örömömre szolgál, hogy olyan kiemelt válogatottak is részt fognak venni, különösen a magasabb korosztályokban, akiket talán a jövőben valóban nemzetközi szinten is viszont láthatunk majd. Nyíregyházán egyre nagyobb figyelmet fordítanak a tenisznek, ami nem csak a Marsó Teniszcentrum fejlesztéseiben, hanem az eredményekben is megmutatkozik. A férfi csapatbajnokságban a tavaszi fordulót veretlenül zárta a nyíregyházi válogatott, míg a korosztályos versenyeken is szép eredmények születtek. A mostani tornán is pályára lép a teniszcentrum valamennyi játékosa, egyéniben, párosban és csapatban egyaránt. A 12 éveseknél csapatban az országos kvalifikációját küzdhettek a nyíregyháziak, de a többi korosztálynál is reménykednek a jó helyezésekben. A felső korosztályokban mindent megtesznek majd a játékosaink a legjobb eredmények elérése érdekében. Meglátjuk, hogy mire lesz elegendő az a felkészülés, amit az elmúlt hetek folyamán végrehajtottak. Azt gondolom, hogy nagyon, hogyha minden jól összejön, akkor azért éremben reménykedhetünk.
A verseny nívóját az is jelzi, hogy a 12 éves korosztály számára a megmérettetés egyben kvalifikáció is a legrangosabb hazai utánpótlás tenisztornára, az országos korosztályos bajnokságra. Ezüst éremmel zárta a Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokságot a Nyíregyházi Egyetem csapata. Az együttes a keleti csoport élén zárva, és a Sopront legyőzve jutott a négyes döntőbe, ahol két győzelem mellett a Miskolctól szenvedett vereséget a Nyíregyházi gárda. Az egyetemi kosárlabda csapatot köszöntötte Figula Erika. A Nyíregyházi Egyetem rektora elismerő oklevelet is átadott az együttes tagjainak. A kosarasok ezüstéremmel zárták a 2017-2018-as Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokságot. A gárda előbb a keleti csoport élén zárt, majd a Soproni Egyetem csapatát győzte le könnyed játékkal két mérkőzésen, így bejutott a Nemzeti Közszolgálati Egyetem csarnokában rendezett négyes döntőbe. A fináléban aztán a BME és a Testnevelési Egyetem csapatát felülmúlták, viszont a Miskolc ellen nem jött ki a lépés a nyíregyháziaknak, így végül a második helyen zárt a csapat. Először is a szezonunk a szenzációs volt. Egyetlen egy mérkőzésen szenvedtünk Budapesten vereséget, de az már nem számított bele, hiszen akkor már biztosan csoport elsők voltunk. Nagyon jó a csapat, a miénk, tehát NB1-B-s csapatból jöttünk, ugye hatan úgy játszottak, de itt minden egyes komoly játékerőt képviselő ellenfél, mind NB1-B-s játékos kerette, illetve volt, aki A-val is rendelkezett. De mi voltunk, fényévekre voltak mögöttünk különben, ezt akkor is mondtam előre is, sajnos kifogtunk egyetlen egy rossz napot. A nyíregyházi együttes több az NB1-B-s Blue Sharksban is rendszeresen szóhoz jutó játékos erősítette. Köztük volt Szura Attila is, aki nem csak a cápákat, hanem az egyetemi csapatot is nagyszerű játékkal segítette. Jó látni, hogy az egyetemi bajnokság is már egyre erősebb, és igazából nő a színvonal, úgyhogy szerintem az évek alatt ez tényleg egyre erősebb lesz. Mindig nagyon örültem, amikor egyetemi meccset játszhattam, mivel ott jobban ki tudom élni magam, nem olyan erős, mint a B csoport. Viszont a kettőt összeegyeztetni az nagyon nehéz volt, ugyebár nagyon sok meccsünk volt B csoportban, nagyon sok edzés, napi kettő, mellett az egyetemi meccsek, úgyhogy fárasztó volt nagyon, de szerencsére sérülés elkerült, úgyhogy kibírtam. Ezt a helyezést igazából úgy értékeltük, hogy elsők lettünk, de ugyebár nem olyan érmet kaptunk. Ez így van, sajnos olyan napot fogtunk ki akkor, hogy az egész csapat próbálkoztunk, kapartunk, de sajnos kevés volt, nem ment senkinek se jól a játék. Viszont utána már a TF ellen úgy álltunk hozzá, hogy meg akarjuk nyerni még akkor is, hogyha a második hely, és szerintem bebizonyítottuk, hogy igenis mi voltunk az egyik legjobbak a tornán. A nyíregyházi együttesből Olá Zoltán a döntő All-Star csapatába is bekerült. Most pedig iradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer, röviden. Több mint 130 millió forint értékű új magyar gyártású Rába tűzoltóautót kaptak a fehérgyarmati tűzoltók. A tűzoltóság gépjárműparkjának fejlesztése 2014-ben indult, 14,5 milliárd forintos Európai Uniós támogatásból. Eddig 108 hazai tűzoltóautó készült el. A magyar igényekre és útviszonyokra tervezett új járműállományból 5 darab érkezett Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe. Az európai átlagnál 2 literrel többet isznak a magyarok évente. A WHO felmérése alapján fejenként 12,3 liter az átlagos alkoholfogyasztásunk. Egyes becslések szerint akár 900 ezer alkoholfüggő is lehet az országban, hiszen napi 1-2 sör, fél liter bor, vagy akár a heti egyszeri péntekenkénti nagy berúgás is okozhat függőséget. 600 gyermek vesz részt idén a Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola 2 hetes közösség programján. Az EFOP-os pályázat 60 millió forintot biztosít erre, amely teljes egészében fedezi a kézműves foglalkozások és az étkeztetés költségét. A projekt egyben egy pilot program is, amely során a pedagógusok feladata, a szakmai programok és a résztvevő szolgáltatók minősítése is. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták június 21-én csütörtökön. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat pedig addig is internetes oldalunkon is elérik. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra!
Holnap jelentős lehűlésre lehet számítani délelőtt esővel. Északnyugat felől egy markáns hidegfront éri el térségünket, amely miatt már éjszakától jelentős csapadék és a hőmérséklet számottevő visszaesése várható. A késő esti órákban északnyugat felől beborul az ég, és az éjszaka második felétől zápor, zivatar egyre több felé kialakulhat, később pedig eső lesz a jellemző. Az északnyugatira forduló szél a front átvonulásával megerősödik, zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik. Reggelre általában 15 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben általában erősen felhős vagy borult lesz az ég, csak estétől csökken jelentősen a felhőzet. Eleinte első várható, majd a nap második felétől megszűnik a csapadék. Az északi, északnyugati szelet élénk, néhol erős lökések kísérik. Napközben nem emelkedik számottevően a hőmérséklet, délutánra 17 fokig emelkedik. Erős hidegfronti hatás várható. A nap UVB sugárzásának erőssége 11 és 15 óra között is mérsékelt marad. Szombattól pár nap erejéig visszatér a napsütés, amit csak időnként zavarhat több felhő, de azokból csak elszórtan lehet gyenge eső, zápor. A hőmérséklet azonban a hétvégén a legmelegebb órákban is csak 20 fok körül alakul. Kettől kissé erősödik a nappali felmelegedés, de egy magassági hideg légörvény miatt már inkább felhős idő lesz a jellemző, és záporokra, néhol zivatarokra is számítani lehet.